féltékenység biológiai oka és következményei egy nagyon jó összefoglaló a külön programok közötti kapcsolatok felderítésére, a konstellációk, a viselkedésváltozások megértésére. Ez egy nagy felismerés volt, ugyanis részemről, ugyanis a konstellációkról, amiről egy külön könyvet foglaltam össze Hammer doktor munkásságából, illetve hát a ránk hagyott anyagaiból, nagyon elgondolkodtatom. És tudom, hogy tömény, és tudom, hogy a könyv az igen rövid. Ötször ilyen vastagra is meg lehetett volna írni. De nem az a célom, hogy kiskanállal mindenkinek a szájába tegyem a kérdésére a választ. Az a célom, hogy gondolkodjunk. Elolvasunk egy történetet belőle, és az volna a cél, hogy elgondolkodjak rajta, hogy ez az én életemben mit jelentett, vagy mit jelentett volna, ha ez velem megtörténik. Na, ez lesz az, amikor egy könyvet nem csak elolvasunk elejétől végig, mint egy regényt, hanem ha elgondolkodtatásra késztet minket, akkor annak lesz pozitív következménye. Nos, röviden, azért, mert hát újdonsült emberek mindig vannak a népsorban, és szeretettel üdvözlök mindenkit a világ minden részéről, kontinenséről. Tisztázzuk azt, hogy röviden, hogy Hammer doktornak mit köszönhetünk. Hát a természet működésének a törvényeit, vagyis azt benne, hogy megértsük, hogy a természetben hogyan működnek a dolgok, hogy működik az élet tudománya, a biológus, és hogy ugyanaz bennünk is hogyan működik. Öt természettörvényt fogalmazott meg, és az első törvény feltárja az okot. Vagyis, hogy mi az, ami elindít bennünk egy értelmes biológiai különprogramot, aminek egy részét mi betegségek nevezzünk. Éppen azt a részét, amikor gyógyulunk. Hát nem érdekes? A második törvény leírja, hogy miként zajlik le ez az úgynevezett betegség, és kiderül, hogy két fázisban természetesen eljut a program végéig. A harmadik természettörvény megmutatja, hogy mi történik a két fázis alatt. A negyedik megmutatja, hogy kik a segítőink a programok megoldásában, mert nem vagyunk egyedül a gyógyulásunkban. És az ötödik törvény pedig, ami felteszi a koronát az első négy természettörvényre, az, hogy rámutat arra Hammer doktor, hogy mindennek értelme van. Mert minden, ami a testünkben történik biológiai szinten, az a túlélést és a faj fenntartását szolgálja. Ez a rövid bevezető az öt természettörvényből, de ki kell fejtenem egy kicsit részletesebben is, pontosan a mai témának megfelelően, és hogyha elejétől végig itt vagyunk ezen a webkonferencián, akkor sokkal mélyebben megértjük a dolgokat. Tehát azt tudjuk az első természettörvényből, DHS, vagyis Dirkheimer-szindróma az, ami elindít bennünk egy értelmes biológiai különprogramot. Csak a friss hallgató kedvéért Dirkheimer képét látjuk ezen a fólián. Ő Hammer doktor 19 éves fia, akit a szavoyai herceg, az olasz trónörökös tökrészegen két pisztolylövéssel halálosan megsebesít, 111 napig éberkómában van, majd meghal az apja karjai között, és a gyermek halála után Hammer doktornak heredaganata lesz. Mint tudjuk, sekemót, se sugarat nem vállalt be, de a műtétbe beleegyezett. Mindenki azt mondta, hogy kevesebb, mint 1% a túlélési esélye, de ő meggyógyul, és mikor visszaáll dolgozni egy ráklinikán, mint belgyógyász orvos, nyilván felteszi a kérdést az ottani betegeknek, mint gyógyult daganatos beteg, hogy az ő életükben nem történt valami nagyon súlyos, váratlan esemény, ami úgy érkezett, mint derültékből a villámcsapás. Volt-e ilyen az életünkben? És ugye a kérdés az, hogy mindezt magányosan
éljük meg, mit jelent ez, hogy magamra maradtam ezekkel az érzésekkel. Hiába vannak körülöttem 200-an. Az én megélésem az egyetlen valóság, és ebben a helyzetben magamra maradtam. Teszem azt, előadás van, és megszégyenülök. Na hát, lehet ott a közönség, ez akkor is az én megélésem, nem? Nem, de bár, a választ tudja mindenki, hogy de bár, de bár. Tehát ez az, ami lényeges, hogy magamra maradtam ezzel a ijegységgel, ezzel a félelemmel, ezzel a váratlan történettel, és benne ragadok a történetben. De miért? Azért, mert az agyam vezérli az egész életemet. És az agyam nem tud különbséget tenni a valóság, álom és illúzió között, tehát mindaz, ami ma délelőtt, vagy délben, vagy éppenséggel a webkonferencia előtt történt, az illúzió, az már nem valóság. Azon már semmit nem tudok változtatni, csak a hozzáállásomat. Hogy hogyan gondolok rá. Na most, ha negatív gondolatok maradnak benne, azok vajon mit fognak gerjeszteni bennem? Pozitív érzéseket? Ugye mindenki tudja, hogy a negatív gondolatok negatív érzéseket keltenek bennük. Mondok egy rémhírt, oké? Meg ne ijedjenek. Holnaptól karantén lesz. Mondom, hogy rémhír. De aki a karantént nagyon keményen élte meg, az most így kirázta a hideg. Miért? Mert még mindig nem zárta le a karantén alatt megélt félelmeit. Na és kérem, akkor ez itt a sin. Erről beszél Hammer doktor, hogy amíg nincs érzelmileg lezárva valami, addig az nincsen megoldva sem. Úgyhogy mi akkor a legfontosabb következtetés ebből az egészből? Na vajon mi a legnagyobb felkiáltója? Nem újjék el napot a haragot. Ennyi. És akkor itt be is fejezhetném az egész webkonferenciát, mert ha ezt megtennénk, nem tudnák megbetegedni. Nem lennének krónikus betegségei. Ennyire fontos ez az üzenet. Ezzel kezdtem a 2023-as évet is. Hogy ez a legfontosabb, amit ebben az évben újévi fogadalomként meg kell tartani. Nem újjön el nap a haragunkkal. Zárjuk le a konfliktusainkat megértéssel, megbocsátással, elengedéssel, elfogadással, sőt, hálával. Na jó, az egész történet a lélek agyszertengelyen zajlik le, de amint látjuk, itt a lélek idézőjelben van és kisbetűkkel. Tehát mi magyarul lelki megrázkódtatásról beszélünk, de közel nincs a nagybetűs léleknek ehhez az egós megrázkódtatáshoz. Itt félelmekről van szó, a lelkünkben nincs félelem, a lelkünkben egység van, elfogadás van. Csak a gondolataink azok, amelyek egyfolytában visszavisznek a múltba. És amíg nem zárom le a múltat, hálával, vagy a legvégével kezdjem, addig a sinek, vagyis a konfliktus pillanatában rögzült körülmények, ezek meg fognak betegíteni. És ez az akadálya annak, hogy valamit ma másképp csináljak, mint tegnap. Pedig ott van az újrakezdés, új alapokon minden nap egy új lehetőség című előadás. Az is évindító előadás volt 2 évvel ezelőtt. Szóval a legfontosabb dolog, ez a nagy felkiáltójel. Nem újjék el nap a haragunkkal. Zárjuk le békével. Megértéssel akkor tudok valamit lezárni, ha értem, hogy miről van szó. Ha nem értem, addig pörög az agyam, és konfliktus aktív fázisban vagyok. Igen, pörög az agyam, de ha értek valami keveset a germán gyógytudományból, akkor meg tudom érteni, hogy az a dolog, ami akkor történt, az valójában elfogadható, megemészthető. Nem kell rajta rágódnom, és nem kell gyomordaganatot gyártanom belőle, se visszatérő refluxokat vagy hányást. Szóval a legfontosabb dolgot már elmondtam, a többi az már csak adalék hozzá. Tehát értelmes biológiai különprogramokról beszélünk, és nem betegségekről. Miért? Mert ez az értelmes biológiai különprogram, ez ennek az értelme a túlélés és a fajfenntartás. No de, és itt jön a no de, minden embernek a
saját megélése az egyetlen valóság, nem az, amit a tőlem jobbra vagy balra álló ember élt meg. Ő el tudja mondani, hogy mi történt, de az, hogy én mit éreztem, azt senki nem tudja helyettem elmondani, már pedig az érzések azok, amik az agy közvetítésével elindítják a szervi választ, mégpedig a negatív érzések. A pozitív érzésekről nem fogunk megbetegedni. Örömében az ember nem betegszik meg, meg unalmában sem betegszik meg. Csak a lezáratlan múlt az, ami beárnyékolja a boldogságunkat és az egészségünket nap, mint nap. Ezért került ki a weblapra ez a mondat, hogy a betegség a beteg nélkül nem gyógyítható, amit nem győzök kiemelni, hogy nem önvédelmi mondat, hanem egy nagy-nagy felkiáltó jel, hogy hiába írom én le, hogy mi az unokámnak a baja, attól én még nem leszek jobban. És Harmer doktor mondata az orvosoknak és betegeknek, akiknek szívük és józan eszük van. Igen, a Harmer doktor munkáinak, illetve a belőle készült könyveknek az olvasásához is szívre és józan észre van szükség csupán. A germán gyógytudomány menüpontból megtaláljuk a megvásárolható könyveket, megtaláljuk a különböző konfliktus típusokat, és természetesen megtaláljuk a videókat, vagyis ezt az előadást is ebben a menüpontban, ha ráviszem a kurzort, megjelenik, hogy videók, rákattintok, és bent vagyok a webkonferencia videók névsorában. Erről ennyit, és a többi aztán majd ebből következik. Szóval második természet törvényt Harmer doktor röviddel az első után felfedezi, mert hisz belgyógyász főorvosról beszélünk, aki tudja jól, hogy vannak hideg és meleg tüneteink, és kiderül, hogy amikor hideg a kezem, hideg a lábam, itt van a kék szín, amikor zakatol az agyam, emelkedik a vérnyomásom, nincs étvágyam, nem eszem rendesen, lefogyok. Nem tudok nyugodtan aludni. Akkor hol vagyok? Akkor benne vagyok a konfliktusban. Konfliktus aktív fázisról beszélek. Ennek a fázisnak megvan itt a CT-képe, de szerintem mindenki el tudja mondani CT-kép nélkül is azt, hogy éppen mi az, ami leginkább foglalkoztatja, mi a legnagyobb félelme, mi az, amivel már hónapok óta viaskodik és nem tudja lezárni. Tehát a CT-kép elemzést a negyedik könyvben megtaláljuk. Aztán akit érdekel, olvassa, és akkor megérti mélyebben, hogy miért jelennek itt meg a körkörös gyűrűk a becsapódás körül. Amikor végre megoldottam a konfliktust, a KMA konfliktus megoldása, akkor elkezdődik a helyreállítás, vagyis a gyógyulás. A gyógyulás az tünetekkel jár. És akkor megjelenik a fájdalom. Megjelenik a gyulladás minden gyönyörűsége, a rubor tumorkáló dolog funkció léza, vagyis piros, duzzat, meleg fáj, nem működik. És ekkor rohanok az orvoshoz, és kapok gyógyszert, ami vagy segít, vagy nem segít, vagy éppességgel megakadályozza a gyógyulásomat. Ezt az a megoldás követő fázisnak ezt a részét exudatív fázisnak nevezi Harmer doktor, és ragaszkodunk a Harmer doktor elnevezéseihez. Vannak, akik külön neveket adnak ezeknek, de annak semmi, de semmi létjogosultsága nincs. Harmer doktor exudatív fázisnak nevezte, akkor ez az, mert hiszen benne van a nevében, hogy exudátum, vagyis folyadék, víz gyülemlik össze ott, ahol éppen a gyulladás zajlik. Ez okozza a duzzanatot, és a duzzanat meg a fájdalmat. És hogyha még elindítok egy vesegyűjtő csatorna programot mellé, vagyis egy gyönyörű szép magányosságot, meg nem értettséget, kirekesztettséget, stb. Van vagy ott előadás róla, akkor egy hatalmas nagy duzzanat lesz, hatalmas nagy fájdalommal. Úgyhogy jó lenne, a magányosság helyett 180 fokos fordulatban az egységélményt megélni. Még majd utalok az előadás során.
De nem tart örökké a duzzanat, a fájdalom, mert jön az epileptoid krízis, és nem más, mondom még egyszer, epileptoid krízis, ami, hogyha izmoknál zajlik le, akkor epileptikus krízisről beszélünk, és hogyha megtörténik egy mozgással kapcsolatos konfliktus, és egy elválasztási konfliktus együttes megélése, akkor az epilepszia. Pontosan azért, mert ez egy tipikus gyógyulási tünet, ezért nevezte Hammer doktor epileptoidnak, tehát olyasmi, mint az epilepszia, ha a parenkimás szervekről van szó, és ha izmokról, akkor epileptikus krízis. Jó. Amint látjuk, itt egy igen magas szinten van ez a bizonyos, hát kiemelkedés. Vajon miért? Mert itt az kemény tünetek fognak megjelenni, és mitől függ az, hogy mennyire szenvedek én az epileptoid krízisben? Nyilvánvaló, attól függ, hogy mennyit ültem a konfliktus aktív fázisban. Vagyis, ha lezárnánk békével a napjainkat, vajon mi lenne? Hát egy tüsszentéssel megoldanánk, ez a tüsszentés és az epileptoid krízise a bűzkonfliktusnak, tehát könnyedén átesnénk a gyógyulási tüneteken. Ezzel csak ezt szerettem volna aláhúzni, és nehogy azt higgyük, hogy minden tüsszentés ugyanarról a dologról szól. Az epileptoid krízisnek mi a lényege? Az a lényege, hogy az a duzzanat, ami az agyi relében létrejött az exudatív fázisban, hisz mondtam, hogy folyadék gyülemlik be a szerveknél, de folyadék gyülemlik be a Hammeri gócnál is, itt most körberajzolom ezt a gócot, és itt van a másik góc is, próbálom körberajzolni. Mind a kettő megoldásba került, mind a kettő ödémás, és most ott tartunk, hogy az epileptoid krízis leszálló ágában megkezdődött a gócokból a víz kipréselése, kitörlöm a rajzom, így jobban látható, már annak, aki ezt nagy képernyőn nézi. Tehát megszűnik a fejfájásunk, ugye, mert az agyödém az fejfájást okozott az exudatív fázisban. Megszűnik a fejfájás, többet vizelünk, mint amennyi folyadékot megittunk, és megérkezünk a hegesedési fázisba, amikor megint meleg lesz a kezünk, lábunk, épp úgy, mint az exudatív fázisban. Megjön az étvágyunk, jó a hangulatunk, de iszonyan fáradtak leszünk, és ez újabb konfliktus forrása. Ha nem vagyunk tisztában azzal, hogy milyen programok hogyan gyógyulnak, akkor maga a gyógyulási tünet fog kiváltani egy újabb konfliktust, és ez lesz az, ami nem engedi, hogy befejezzem a programot, és kezdem az egészet előről. Vagy kapok itt egy olyan gyógyszert, ami visszatesz engem a konfliktus aktív fázisba, egy szteroidot, és már is elakadt a gyógyulásom, és akkor már tudjuk is, hogy hogyan alakulnak ki a krónikus betegségek. Na jó. Akkor itt gondolom mindenkinek minden egyszerű és tiszta. A hegesedési fázisban azért vagyok olyan fáradt, hogy maradjak veszteg, maradjak otthon, pihenjek, egyek, és itt nem az a kérdés, hogy van étvágyam, vagy nincs étvágyam, amúgy a program egész része alatt, hanem az a kérdés, hogy hajlandó vagyok-e üzemanyagot adni a szervezetemnek, hogy meggyógyuljak. Na jó, a helyzet az, hogy a második természet törvény után Hammer doktor visszalapoz az embriológiába, vagyis az egyetfejlődésbe, és felfedezi a harmadik természet törvényt. Az embriológia, vagy egyetfejlődés, az a tudomány, amit az anatómiával együtt tanulunk, de biológusok is tudnak róla, állatorvosok is, sőt, ők összehasonlító anatómiát tanulnak, még szebb. Szóval az embriológiának a lényege az, hogy rámutat a tudományosan arra, hogy hogyan alakul ki minden sejtem, minden szövetem, és ennek következtében hogyan fog működni egy életen át. Senkinek nem kell embriológiát tanulni ahhoz, hogy meggyógyuljon. Még a germán gyógytudományt se kell megtanulni ahhoz, hogy meggyógyuljunk,
Mert hiába megértettem én, hogy mitől van ez, vagy az, vagy amaz a bajom, ha nem oldom fel érzelmileg azt, amit egy félelemmel elindítottam, nem gyógyulok meg. A egyszerű gondolkodást próbálom itten tükrözni. Ugye mindannyian tudjuk, hogy sejtekből vagyunk felépítve, és ezek működnek, amíg élünk. Tehát a túlélés érdekében, vagy a sejteknek a szaporítását indítom el a konfliktus aktív fázisban, vagy a sejteknek a sorvasztását indítom el a konfliktus aktív fázisban, vagy pedig a működést módosítom, itt a táblázatban látjuk a különböző nyilakat. Vajon mit fogok csinálni a megoldás követő fázisban? Nyilvánvaló, hogy ezeknek a fordítottját, a felesleges sejteket levontom, a hiányzókat visszaépítem, és a működést helyreállítom, de persze nem tünetmentesen. Itt jön az a bizonyos szenvedés, aminek a mértéke csak attól függ, hogy mennyit ültem a konfliktus aktív fázisban. Meddig ragaszkodtam egy történethez, ami már réges-régen illúzió. Embriológiából csak ennyit a megértéshez, hogy három csiralemezből alakul ki minden sejtünk, minden szövetünk, ezt látjuk ezen a képen. És ami piros színnel van, ugye az kívül van, és az a külső csiralemez, vagy ektoderma, ebből a külső bőröm alakult ki, és ez pedig az agykéreg vezérli. Ami belül alakul, ami belül van sárga színnel, az az endoderma, vagy belső csiralemez. Ebből a csiralemezből alakult ki minden, ami a tápcsatornához tartozik, plusz a ményálkahártya, prostata is, még egy-két-három dolog. A lényeg az, hogy ezt meg az agytörzs vezérli. És mindaz, ami középen van, narancssárga színnel, az a középső csiralemez vagy mezoderma, és ennek a sejtjeit két idegi központ vezérli, amit a sárga színű endodermára van tapadva, azt a kisagy irányítja, és ami viszont a külső csiralemezzel együtt van, az pedig, kérem, az új mezoderma, és azt az agy velőben levő szürke magvak irányítják. Nem bonyolítom tovább a dolgot, ezeket a képeket, metszeti képeket, amit itt úgy kapunk, hogy itt húzzunk egy vonalat, most már túl sok a vonal, beletörlök, jó? Tehát ha az agyalappal párhuzamosan csinálunk metszeteket, oké, CT-képpel, akkor különböző dolgokat fogunk látni, ezek grafikus rajzok, amin jobban meg fogjuk érteni a továbbiakban, hogy mi is hogyan történik. A konfliktus típusokról csak annyit, hogy az agytörzs, sárga, belső csiralemez sejtjeit vezérli egy életen át, itt kérem, nincsen költözködés jobbra meg balra, az a sejt, ami kialakult egy csiralemezből, az egy életen át azt teszi, ami a feladata, és a megfelelő idegi központ irányítja. Na, mi következik ebből? Egyszerűen csak annyi, hogy olyan, hogy áttétek nincsenek. Tessenek megnézni az erről szóló webkonferenciát. Tehát itt vagyunk a sárga oszlopban, Hámer doktor betette az agytörzs által irányított programokat. Ezeket falat konfliktusoknak nevezte, mert szükségünk van a saját túlélésünk érdekében, vajon mire? Levegő van mindenkinél? Remélem, igen. Víz van? Remélem, mindenkinek van víz. Táplálék van még? Valami kis maradék ottan a hűtőben vagy a pincében? Oké. Levegő, víz, táplálék. A fény és a hang ingyen van. Még a levegő is. Szóval, ha ezzel mind rendelkezünk, akkor meg kellene nyugodnunk, a túlélésünk biztosítva van. Itt még nem beszélünk jobb és bal kezűségről, ez majd a narancssárga oszlopnál kezdődik, és folytatódik a piros oszlopnál is. Tehát ebben a két oszlopban beszélünk kezűségről. A narancssárga oszlop felső részét, a része tartalmazza a kisagy által vezérelt programokat, az alsó része pedig az agyvelő által vezérelt programokat tartalmazza. Mit irányít a kisagy?
A kisagy feladata a védelmi programok megoldása, tehát a vélt vagy valós támadások, bemocskoltság, valamint gondozási konfliktus, és ennek a fordítottja az állandó vita veszekedés. A vélt vagy valós támadások. Miért így fogalmazok? Mert csak ismétlem, hogy az agyunk nem tud különbséget tenni a valóság, az álom és az illúzió között. És mi illúzió világban élünk. És küldik nekünk az illúziót a televízión, küldik a víziót, és a gyermek képtelen különbséget tenni a televízió vagy mobiltelefon információi és a valóság között. És akkor csodálkozunk, hogy Amerikában annyi gyilkosság van az iskolákban. Ez csak zárója. A vélt vagy valós támadás, tehát az a félelem, hogy attól tartok, hogy megtámadnak. Ez már támadási konfliktus. Attól tartok, hogy a hátam mögött sutyorognak valótlan dolgokat, bemocskoltság. Túlzásba viszem az aggódást valaki iránt, mit tudom én, a gyermekem elment Angliába, és küldöm utána a töltött káposztát, nehogy éhen haljon. Hát erre is van már szervezett futárszolgálat. De nyilván, hogyha a gyermekem szerződéses katona, és tűzfészekben van, akkor az aggódás az természetes, igen, természetes, csak nem egy életbiztosítás se az anyukának, se a fiának. Ha bízna benne, hogy minden rendben lesz, akkor az a gyerekre is jobban hat. De most nem akarok ezekben a témákban mélyebben belemenni. A lényeg az, hogy itt is, épp úgy, mint a falatkonfliktusoknál, első lépésben sejteket építek, megoldásba lebontom a felesleges sejteket. Az aggódással anyukának meldaganata lesz, az állandó vita veszekedés ugyancsak meldaganatot okoz, mégpedig adenokarcinomát. Aztán vannak még egyéb formái, van róla webkonferencia. Az agyvelő által irányított programok, ugye, lényege az önleértékelés, és nem más. Önleértékelés. Az saját értékeimet csak én tudom leírni, senki nem tudja letörni azt a képet, ami bennem kialakult rólam, csak én. Remélem érthető voltam. Tehát önleértékelésről beszélünk, ami egyenlő önpusztítás. És ez azt jelenti, hogy első lépésben mindig mínusz, tehát sejtszintű sorvadás lesz. A megfelelő szövetekben most nem részletezem. Visszaépítés fájdalommal jár. Epileptikus krízisben elmúlik a fájdalom. Rendben vagyunk. Agykéreg által irányított programok, piros mező. Itt is először bontok, utána visszaépítek, illetve a működés változásoknál először leblokkolom a működést, és megoldásba pedig helyreállítom a működést. Így fog helyreállni a szaglásom, a látásom, a hallásom. A lebénultizmom így kezd el újra működni, csak előtte egy kis rángatózás van, amire rögtön kapok gyógyszert, hogy meg se gyógyuljon. A sejtszintű programoknál, ahol először sejtet bontunk, ott elválasztási konfliktusokról, birtokkonfliktusokról és birtokzónán kívüli konfliktusokról van szó. Ezt is majd a továbbiakban megértjük. A konfliktus típusok, kérem szépen, viselkedési mintát jelentenek számunkra. Vagyis van egyfajta konfliktus, amit én egyfolytában ismételgetek. Észre se veszem, hogy a viselkedésem valamilyen konfliktus típusnak a meghatározásából alakult ki. Például én mindennek ellenszegülök, akkor fogja tudni egy cukorbeteg, hogy 20 évvel ezelőtt mi volt az ellenszegülése? Számít ez már valamit? Nem az számít, hanem az számít, hogy mikor fog az ellenszegülés helyett elfogadást gyakorolni. És
Vannak emberek, akik a nem bírom elviselni mondatot úgy ejtik ki, mint az ést vagy a vagyot. Tehát, mint kötőszó jelenik meg, vagy a mondat végén a pont. És akkor csodálkozok, hogy csípőízületi programja van. Ugyanígy az elválasztási konfliktusoknál, akinek az élete, a túlélése arra van berendezve, hogy mindenki közel legyen hozzám, akit szeretek, ez idézőjelben volt ez a szeretet, és mindenki legyen tőlem távol, akit utálok, ez viszont tényleg így van. Szóval ne csodálkozom rajta, hogy nem gyógyuló bőr tünetei vannak, és olykor kihagy az agya, mert abszanszokat él meg. A bosszankodás is egy nagyon rossz szokás, voltak, akik már frekvenciát váltottak, mert nem tudtak nem bosszankodni, és tönkretették a májukat és az epeutat. Az aggódásról már szóltam, hogy az eldaganat, a rágódást is mondtam, hogy gyomorprogram lesz belőle, és betettem ide külön a féltékenységet, és csak két dolgot hoztam most fel, sokkal több a következmény, de a leggyakoribb a mélyszárnyálka hártya program, vagyis a méhnyakrák, a férfiaknál pedig prostata vagy undóhúja program. Nos, miről van itt szó ezekben a helyzetekben? Ezekben a helyzetekben az a valóság, hogy nem vagyok jelen az életemben. A biorobot irányít engem, mert így szoktuk. Mert a nap 24 órájából, ha 2 percet tudatos vagyok, az már sok. A többit megcsinálom, ahogy szoktam. Csípőből. Nem bírom elviselni. És akkor csodálkozunk, hogy. A magyarázat mind megtalálható a 4. könyvben. Mit tegyek, hogy jó legyek, hogyan találom a megoldást. Itt élettani alapokat adtam meg, és azzal igazolom, hogy Hámer doktornak igaza van. Ebből derül ki, hogy a küszöb fölötti inger is elindítja bennünk a programot, és fönt is tartja, ha sinen maradok, és nem zárom le végre a múltamat, teljes békével, megbocsátással, hálával. A 4. biológiai természet törvényt Hámer doktor szinte egy időben fedezi fel a 3., és leírja a mikrobáknak az ontogenetikai rendszerét, ami csupán annyit jelent, hogy a bennünk élő mikroorganizmusok, tehát csak mikroszkóppal látható élőlények, vagy székelyesen élőlényecskék, ezek velünk együtt vannak, és a csíralemezeknek megfelelően fognak segíteni, tehát attól függően, hogy egy bizonyos szervem milyen csíralemezből fejlődött ki, a megfelelő segítő lesz ott, amikor átmentem a megoldást követő fázisba. Nos, az erdőben is a kidőlt fákat ugye a gombák bontják le. Most már bekereteztem és odaírtam, hogy ez a gomba, ez a TBC baktérium, ez a baktérium, ez a vírus. Valakinek ez gondot jelent, akkor tudja tisztázni. Tehát az agytörzs által vezérelt programokban ott lesz mindig a gomba a lebontásnál. Megjelenik ő már a konfliktus aktív fázis végén is, már itt van, és annyit szaporítok fel belőle, amennyi pont kell nekem itt, hogy lebontsa a felesleges sejteket. Tehát nem az ellensége. És ha valakinek, mit tudom én, gombás, úgynevezett fertőzése van, akkor egyszerűbb lenne lezárni a konfliktust, és onnantól kezdve a gombák maguktól eltűnnének. A kisagy által vezérelt programokban a TBC baktérium segít lebontani a felesleges sejteket, mondjuk egy meldaganatnál, egy IRHA programnál, stb. Az agyvelő által irányított programokban a baktérium lesz az, ami segít visszaépíteni, kérem szépen, a lesorvasztott, mondjuk fogínyemet, vagy súlyosabb esetben a fogágyat, és akkor megjelenik a genzacskó a foggyökere. Hát nem érdekes? Honnan a fenéből? Minden körülötte rendben van, és van egy genzacskó a foggyökere. Nem a lyukas fogon keresztül mentek be oda a kórokozók, mert ugye csak Louis Pasteur nevezte őket annak, aztán az egész világ ezt hasonlítja,
holott már az ő idejében egy tőle sokkal okosabb és elismertebb ember szólt neki, hogy Lajoskám, ez nem éppen így van. Na de mindegy, Lajoskáról egyetemet neveznek el, meg szobrot állítanak neki, Antoine de Champron még egy utcát se neveznek el. Na jó, ilyen világban élünk, és hát amíg mi meg nem változunk, ez a világ se tud megváltozni, mert hogy a világot mi magunk alkotjuk. Na, akkor a vírusokról még csak annyit, hogy Hámer doktor hozzáteszi, hogy vírusok, ha egyáltalán léteznek, hát ma is élő mikrobiológusok is beszélnek róla, hogy ezek tulajdonképpen sejttörmelékek, de fogadjuk el, hogy léteznek, nem megyek bele részletekbe, hogy hogyan és miként lehet ezeket kimutatni, és miért nem nevezhetők még élő lényeknek sem, hiszen önmaguktól képtelenek szaporodni. Szóval a vírusok azok az agykéreg által irányított programoknál találhatók meg, és ha kimutatják valakinek a humán papilloma vírust, ugye, a mély szájsebben, az azt jelenti, hogy épp gyógyul. Nem a humán papilloma vírus okozza, drága hölgyeim, a mély szájsebet, hanem a féltékenység. És akkor azzal kellene foglalkozni, és hát ezért is választottam ma ezt a témát, hogy zárjuk le ezt a humán papilloma vírust is, meg még egy csomó minden mást is, mert ha nem zárjuk le, akkor itt van, lehet válogatni. A függő konfliktus aktivitás, ez vezet egy meg nem oldott konfliktus, egy gyönyörű mély nyakrákhoz. Folyamatosan bontom, bontom, rontom, bontom, és lesz egy nagy kráter. Férfiaknál igazolni akarom, hogy én vagyok a Jani a gátkond, a legvagányabb srác a világon, és akkor ennek a következménye egy szép nagy prostata lesz. Függő gyógyulás, na ez már izgalmas, mert megjelenik a fájdalom, de itt még nem fájt semmi, de amikor elkezdek gyógyulni, akkor itt megjelenik a fájdalom, de valahogy nem tud kifutni, mert mindig van egy sín, ami megakadályozza, hogy ez a drága program végre, tessék nézni így, ahogy van, felmenjen az epileptoid krízisbe, és befejeződjön. Nem tud, mert mindig elakad, mint a bakelit lemezjátszónak. Szóval függő gyógyulás, gyakori sínek, elakad gyógyulás, ebből nagyon egyszerűen ki lehetne lépni, nyilván lezárva a konfliktus magát. Tehát nem az a lényeg, hogy szakított a párom azzal a büdös nőszeméllyel, hanem az a lenne a lényeg, hogy megjelenne végre a bizalom, és akkor itt minden eltűnne, és végre meggyógyulnánk, ugye, drágáim. Ez nyilván az egész, de hát nem így vagyunk bekábelezve, mert igyekeztek minket csupán biológiai szinten tartani, hogy ős vagy fús, vagy tedd magad halottnak, és harcoljunk. Na nézzük tovább, a policiklikus lefolyás az, ami szórakoztató, nem unalmas, mert hol van tünet, látjuk, itt van tünet, itt nincs tünet, itt megint van tünet, megint eltűnik. Na hát ez a, itt a piros, hol a piros játék a biológiával, ismétlődések sorozatát fogjuk elszenvedni. Miért? Mert nem zártam le érzelmileg a történetet, és innen maradtam, mint József. Szóval az ötödik természet törvény pedig rámutatta arra, hogy minden, ami bennünk zajlik, annak értelme van, biológiai értelme van. Túlélés, fajfenntartás, aki nem hiszi, nézen ki az ablakon, és meggyőződik róla mindenféle állatkísérlet vagy statisztika nélkül. Hámer doktor téziseit, hála Istennek, 98-ban elismerték, erről is van webkonferencia, igazolták, mégsem az öt természet törvény szerint gondolkodik az orvos társadalom, mert ez nem szolgálja a gyógyszeriparnak a hasznát. A gyógyszeriparnak az a hasznos, ha valaki szedi a gyógyszert egy életen át. És hányszor hallottuk rendelőbe, hogy már pedig ezt egy életen át kell szedni. Hát nagyon korlátozott az a helyzet, amikor ez tényleg igaz, de tényleg nagyon korlátozott. Hát nyilvánvaló, hogy nem kellene odáig eljutni egyáltalán, hogy bemenjünk a rendelőbe.
Nekem ez az ötletem. Zárjuk le békével a napjaim, ugye már régen mondtam, és akkor mindenki élhetne egészségesen és boldogan. Na nézzük ezután a rövid bevezető után, hogy mi a féltékenység biológiai alapja. Hát nyilvánvaló, a félelem. Ugye nem mondtam újat, mindenki gondolta. Na de, itt jön a na de. Mi a biológiának a fő feladata? A túlélés és a fajfenntartás. És mi az, ami az erősebb? Hát nyilvánvaló, hogy a fajfenntartás. Azért szaporodnak az emberek háború alatt is. Mert a fajfenntartás a legerősebb ösztönünk, és a másik viszont a túlélési ösztön viszont nagyon erősen jelen van a féltékenység alatt, tehát mind a kettő hangsúlyozottan jelen van, és hát akkor ebből biza viselkedés változás lesz. Vagyis miről beszélek? Igen, kérem szépen, konstellációról beszélek. Szóval nagyon mély nyomot hagynak bennünk ezek a félelmek, és itt van az egyenlet, vagy ha jobban tetszik a recept, féltékenység egyenlő. Fajfenntartásban alul maradtam a riválissal szemben, tehát mindenképp egy szexuális témájú, fajfenntartással kapcsolatos konfliktus, és ehhez hozzájön egy nagyfokú bizalmatlanság. Igen, hallom, hogy azért féltékeny, mert önmagában sem bízik. Majd mindjárt tisztázok, hogy miről van szó. A lényeg micsoda, hogy az én megélésem az egyetlen valóság. Kívülről nagyon könnyű bekiabálni a zöld gyepre, hogy fiúk, hogy kell rúgni a labdát. Kívülről mindenki tud sok okosat mondani a gyógyítással kapcsolatban is, csak éppenséggel ez sokkal, de sokkal komolyabb és mélyebb felkészülést igényel, mint hogy csak kiálljunk, elolvastunk valamit, elolvastam egy könyvet, és már tudós vagyok, ez éppenséggel nem így van, főleg a gyógyításról beszélünk. És azért nézzük meg minden alkalommal, hogy miről szól az a bizonyos előadás valójában. Szóval tisztáztuk a feltételét a félelemnek. Nézzük, miért vagyok én bizalmatlan? Hát azért, mert bizonytalan kötődés húzódik meg a bizalmatlanságom mögött. Lehetséges, hogy már gyerekkorom óta. Most az a gyermek, aki végig aggódta az életét, vagy veszekedéseknek volt a szemtanúja, vagy megélte néhányszor, hogy az életére törtek, mondjuk néhány alapos verést kapott, hát mondjuk ki az igazat, onnantól egyfolytában fél az ismétléstől, a támadástól, és ez az félelem egy nagyfokú bizalmatlanságot fog létrehozni benne, hiszen nincs egy biztos pont az életében. Itt van a kisagy és a szervek összefüggései, tudjuk jól, hogy a melleknek a reléjé itt található két oldalt, ugye itt már pályakereszteződés van, tehát jobb oldalt van a bal, és bal oldalt a jobb mellnek a reléje. Mögötte találjuk ugye a mellhártyának a relét, ezt most már csak bepöttyözöm, így, ez a mellhártya, és itt jön a szívburoknak a jobb és a bal oldali része, valamint a két emlő relét összekötő, hátul meghúzódó hosszúkás relé, ez itt kérem szépen az irhának a reléje, tehát az egész testünknek. A felszín, a bőrfelszín alatt levő írha rétegnek itt van a képviselete, és ugye a felező vonal jobb oldala és bal oldala, ez eldönti, hogy kiről van szó, anya-gyerek vagy partner oldalról. Most ebbe sem megyek bele részletesen, nem ez a legfontosabb ebben az előadásban. Hanem annak megértése, hogy a kisagynak
a feladata pontosan a vélt vagy valós támadásoknak a megoldása. Nyilvánvaló szervi válasza. És ez adja meg az alaprezgését az embernek, itt van a fel nem oldott félelem, és ez lesz az, ami meghatározza a túléléssel kapcsolatos, nagyon súlyos, le nem zárt történetet, és hát nyilván a hozzávezető sinek azok szépen kiépítve maradnak. Na most jön a fajfenntartásban, alul maradtam a riválissal szemben, ezt így fogalmaztam meg, így kicsit bővebben, azért, hogy megértsük, hogyha bármilyen ilyen témai történetem van az életemben, hogy alul maradtam, akkor erre jön egy biológiai válasz. És most nézzük előbb a fiúknak a biológiai válaszait, aztán jönnek a hölgyek is, rendben. A nagyon-nagyon gyakori történet az, hogy teszem azt, nagy korkülönbség van a férj és a feleség között, a férj javára. A felesége ad magára, csinos, jól öltözött, kisminkeli magát, stb. És észreveszi, hogy hát a fiúk úgy forgolódnak utána, esetleg a hölgy is visszakacsin, esetleg, ahogy ezen a képen is látjuk, nagy mosolyogva boldogan olvas valamit. És mivel bennem férfiként ott van a bizalmatlanság, ugye, ezt nem felejtjük el, ez az alapérzés, rögtön arra gondolok, hogy egy férfival csettel. Pedig lehet, hogy a barátnőjével. Tehát az én megélésem az egyetlen valóság, és én bizonyítani akarom, hogy én jobb vagyok bárkinél, aki még szóba jöhet, és ez a bizonyítás azzal jár, hogy a prosztata szépen meg fog növekedni. Konfliktus aktív fázisban. Lebontáskor meg majd jön a kellemetlen fájdalmas tünet, és a többi. Ott van a Tabu témák férfiaknak című előadásban, vagy a Férfi bajok című előadásban. Ez itt egyszerű, mert az agytörzs foglalkozik, az agytörzsben a szexualitással foglalkozó központ, az szépen középen található, mindjárt megmutatom, és akkor itt a téma agytörzsi szinten le van zárva. Na de fehér állomány szinten önleértékelés, ugye, ha a személyiségemben éltem meg az önleértékelést, akkor a derekam, ha az igazságtalanságot éltem meg a nyakam, ha én voltam igazságtalan a vállam, ha úgy érzem, hogy összetört az életművem, mert én nekem, ez az asszony jelentette az életemet, és mégis itt hagyott engem, és kiment Angliába, na hát akkor a hátam az érzékelni fogja a történetet. Ugye ott van egy külön előadás, hogy testünk önleértékelési térképe, lehet válogatni programot, de ami nagyon súlyos dolog, az a vesztességkonfliktus. És ha én azt éltem meg, hogy elvesztettem a páromat azáltal, hogy másokra kacsingat. Persze lehet, hogy teljesen alaptalan, csak a bizalmatlanság az, ami bennem ezt az egészet fenntartja, akkor az ondósejt száma az igencsak csökkenni fog, és terméketlen lesz az illető férfi. Ez még csak a fehér állomány, de az igazi atombomba az itt van a szexuális konfliktusokban, mert itt merevedési zavarra lesz az illetőnek. Hát oda tud figyelni, mondom, csupa nagybetűvel figyelni a párjára valaki. A közben az van az agyában, hogy vajon kivel csalt meg. Hát nem fog oda tudni figyelni, és hát akkor nyilvánvaló, hogy a merevedéssel probléma lesz odai. Aztán mivel már nem is merevedik, akkor már jön a következmény konfliktus, és még jobban leírom magam, és akkor már logikus, hogy a derekamat tökéletesen szét is fogom szedni. Szóval, ahogy csak mondom, hogy itt a dolgok egymáshoz kapcsolódnak, láncolódnak.
És ha már attól tartok, azért küzdök, hogy megtartsam a párom, mert az az enyém, az az én birtokom, mert birtokként ragaszkodok hozzá, nyilvánvaló, azért félek az elvesztésétől, mert az az enyém. Hát, uraim, ez egy hatalmas illúzió, de hát, aki ezt nem hiszi, menjen ki a csap alá, öntsön vizet a kis markába, jól szorítsa össze, és akkor látni fogja, hogy nem azzal tartjuk meg a másik embert, ha jó szorosan tartjuk, hanem tarts szabadon, és örökké a tied marad. Mert mindenki azt várja, hogy a kapcsolatában a teljes elfogadást és feltétel nélküli elfogadást élje meg, és a feltétel nélküli elfogadás nem létezik csak akkor, ha ott van mellette a szabadság. Nem kell megijedni. Ja, félreként tenni a bizalmatlanságot, le kell zárni a múltat egyszer és mindenkorra, de amikor egy kapcsolat ilyen szinten rezeg, akkor ott az előadásokban is elmondom, hogy ott a féltékenység, az ott vagy a hűtlenség, ott már szóba sem kerül. A angina pectorisnak aztán majd jön a megoldása, és megáll a szívünk. Szóval, uraim, nem tudom, ez megéri, akkor tessenek csinálni. Én úgy gondolom, hogy a párkapcsolatban az egységélményt kellene megélni. Hiszen azért keresi a férfi, a nőt egy életen át, és a nő meg a férfit, mert a másikkal együtt tudja megélni az egységélményt, csak képességgel szexről van szó, és esetleg izgató tablettákról, meg tudatmódosító szerekről, mert már nem az egységélmény, hanem a szex számít. A kettő hát köszönő viszonyban nincs egymással. Amikor én egységélményt élek meg, akkor ott minden, de minden csúcsra járatva megtörténik. Na de ahhoz a hálószobán kívül kell hagyni minden történetet. Le kell zárni. Bizalmatlanul nem lehet bevonulni a hálószobába. És akkor, ha valaki ezt egyszer megélte, mert merte vállalni azt a kockázatot, hogy elfogadja a másikat úgy, ahogy van. Az agyamnak ez hatalmas kockázat. De pont ettől szenvedünk, a félelem. És onnantól kezdve helyreállnának azok a dolgok, amelyek eddig nem működtek. És akit érdekel, van impotenciáról, frigiditásról, kaszanova konstellációról, vannak előadások ingyen, illetve hát részletesebb megértést a Pszichózisok című könyvben fogunk találni. Szeretném azt most megmutatni, ugye, ezeken a gyönyörű képeken, hogy miről is van szó. Van, kérem szépen, itt egy központi relé, fiúknál a prostata, hölgyeknél a méhnyálkahártya reléje, és már itt ugye van egy becsapódás, mert bizonyítani akarom a férfiasságom. De leírtam magam, a téma még mindig ugyanaz, de minél intelligensebb vagyok, ugye annál tökéletesebben tudom magam tönkretenni, most mutatom ennek a receptjét. Ugye ez még tegyük hozzá mindenképpen mondjuk a veszteség konfliktus, tessék nézni, itt van, itt pontosan a veszteség konfliktus megélésének a becsapódását éljük meg, és akkor jobbkezes férfiként, ha én birtokként nézek a feleségemre, akkor most szint kell válasszak egy másikat, mondjuk ezt a szint választom, akkor nézzünk ide, pontosan ide fog becsapódni az ezzel kapcsolatos konfliktusunk. Vagyis miről van szó? Nem arról van szó per pillanat még csak, hogy a konstelláció ugyanazon az agyi területen jobb és baloldalt fel nem oldott konfliktusok miatt jön létre, hanem itt egy hosszanti konstellációról beszélek. Tehát agykéreg, fehér állomány, és le egészen a agytörzsig.
Ilyenről is szó van Hámer doktor könyvében, és akkor fogjuk ezeket a dolgokat megérteni, ha komolyan veszük azt az előadást, hogy az én megélésem az egyetlen valóság, vagy az egyetlen valóság az én megélésem, mert az asszociatív gondolkodásunkat nem arra használjuk, hogy megkeressük a kakiban az aranyat, vagy hogy egy könyv olvasásakor még tudjak asszociálni dolgokra, amelyek segítenek a megoldásban, nem, az asszociatív gondolkodást arra fogjuk használni, hogy hogy tudnánk magunkat még jobban büntetni és tönkretenni. Tehát van egy történet, van bennem egy gyanú, és onnantól kezdve ez a gyanú meghatározza, hogy a szexualitást minden szinten végigélem. Megéri? Nézzük akkor a hölgyeknél a dolgot. Tessenek nézni azt a megértő arcot ottan a háttérben. Szóval alul maradtam a riválissal szemben, a féltékenységre adott biológiai válasz, agytörzsi szinten már tudjuk, hogy mi nyálkahártya program. Tehát, mert ocsmány történetnek élem én azt meg, ugye ocsmány félgenitális konfliktus, ami a mély nyálkahártya szaporodását elindítja, és hát lebontáskor jön a fehér folyás, de egy hatalmas ocsmányságnak, disznóságnak, pocsékügynek, szarosügynek, ahogy tetszik, tehát ez a legaljas, igen, aljas ügynek élem meg, eztán a legjobb kifejezés, azt, hogy a barátnőm éppenséggel megigazítja a páromnak a nyakkendőjét, vagy mit tudom. Tehát ez egy aljas dolog. És szexualitás van benne, tehát a ményálkahártya reagálni fog rá. Bingo! Fehér állomány. Jött ugyanazok az önleértékelések, hölgyeknek is szabad végigfutatni, szétszedi a derekát, a nyakát, a hátát, de ő még a medencéjét is képes szétszedni, mert ugye a medencecsont az a nőiséggel kapcsolatos önleértékelési konfliktusoknak a szervi helye. Tehát amikor egy nő a nőiségbe vagy az anyaságba írja le magát, akkor mészhiányos foltok keletkeznek a medencecsontján, amit természetes átétnek fognak nevezni. És azért itt is a veszteség konfliktus egy érdekes dolog, mert ez már befolyásolja a menzeszt, rövidebbek lesznek a ciklusok, kevesebb vérrel jár, megvonásos vérzés, és nem lesz érett petesejt a tüszőben, tehát a meddőség garantálva van. Egy rég le nem zárt történet miatt, drága hölgyeim. Egy rég le nem zárt történet miatt, mert megbocsátok, de nem felejtek. És aztán jönnek a szexuális konfliktusok. Ugye, amiről már szóltam rögtön az elején, hogy a mély nyakrák az garantált, mert éppenséggel egy társaságban ott ült a hölgy a férjével, a férje így bámult ki az ablak irányában, és az ablakkal szemben, tehát az ablak előtt, meg ott ült egy csinos hölgy, és mire tisztázták a dolgot, mert ugye nem zárták le békével a napokat, addigra a hölgynek egy hatalmas mély nyak rákja alakult ki. Amit már inoperábilisnak neveztek, tehát nem is lehet műteni, és még arra sem méltatták, hogy kemoterápiát kapjon. Tehát akkor el tudjuk képzelni, hogy ezt már az akadémikus gondolkodás milyen súlyúnak ítélte meg az egészet. Tehát a hölgy megtalálta az előadást, a germán gyógytudományt, volt egy konzultációt, elkészítettem rá, hogy az epileptikus krízisben lesz egy rendes vérzése, akkor lehet, hogy be kell menni, hogy a vérzést elállítsák, tehát nem hagyhatják elvérezni a beteget, és utána az tudjon róla, hogy az a gyógyulás kellős közepe ma is él boldogan, és jól van, meggyógyult, és tisztázták az egészet. Ugye ez az ember nem a hölgyet nézte, aki az ablak előtt ült, hanem azt az autót, ami az ablakon túl kint volt a parkolóban.
Látott egy csodaszép autót, és ő azt bámulta. Folyamatosan mindig odaragadt a szeme. Na hát akkor ezért kellene megbeszélni a dolgokat. Itt jön be a kommunikáció két ember közt, a szívtől szívig kommunikáció, amiről tanfolyamokon beszélünk, és a többi, és a többi. Na most, ha a szexuális konfliktus a szexuális relébe csapódik, mondjuk jobbkezes hölgyeknél, akkor kimarad a menzesz, kész. És nem azért, mert várandós, hanem azért, mert súlyos konfliktus legmagasabb szinten blokkolta a relét. Aztán a megoldásban jön a tüdőembólia. Megéri, drága hölgyeim. Nézzük meg a képeket itt is. Ugyanazokat a képeket hoztam most is, és már tisztáztuk, hogy van egy mély nyálka hártya program, ugyanott van a relé középen, mint a férfiaknál a prostata relé. Megélheti a hölgy is vesztességkonfliktusként, de legyen nála, mit tudom én, lelkiismeret furdalás, és ha ő jobbkezes, akkor a baloldali relébe fog becsapódni, és bontja a vállát. Majd mikor gyógyulgat, akkor mindig fájdalmat neki, és akkor azt hiszi, hogy meghúzódott, hogy elfeküdte, hogy a légkondi, hogy húzatot kapott, és hogy mennyi felesleges hülyeséggel töltjük az időnket, az elképesztő. Na mindig. És itt van a szexuális relé a női birtokzónában, látjuk. Ez lesz az, ahova becsapódik a legsúlyosabban megélt szexuális konfliktus, és akkor kimarad a menzesz. Hát a történet még mindig egy le nem zárt féltékenység, és annak a különböző megélései szépen sorba kötik ezeket a dolgokat, és azért marad fenn, mert az illető ember hát nyilván, hogy bizalmatlan, de miért? Mert már gyerekkora óta bizalmatlanságban nőtt föl. És igen, ebben a konstellációban, tehát azért nem bízik másokban, mert ilyen tapasztalata van gyerekkora óta. De ameddig a bizalmatlanság és a félelem vezeti az életünket, addig ki vagyunk szolgáltatva ennek a gyönyörű, tökéletes táblázatnak. Mi lenne, ha úgy élnénk, hogy nem vennék igénybe, nem tesztelnék tovább ezt a táblázatot? Mit kellene ehhez tenni? Hát tisztáznunk kéne, hogy ki is vagyok én valójában. Mert ha még mindig azt az egy embert keressük, aki megváltoztatja az életünket, hát az a tükörben láthatóvá válik. Na de, mi az, amit a tükörben látok? Na, itt jön a lényeg megértése. Itt jön az alapok rendbetétele. Amit ott a tükörben látok, megpróbálom ide beleírni, írni, ez egy négyes, ez 4%. Ezt tetessenek elfelejteni. A lényünknek 4%-át látjuk a tükörbe, mert itt van mellette a kép, hogy a valóságnak a 4%-át látjuk, ezt a pöttönnyi, picike kis részt, ami itt éppen csak be tudtam jelölni, kinagyítva a 400-tól 700 nanométer hullámhosszúságú sugarakat jelenti. És ha ez 4%, aki visszanéz a tükörbe, itt van, szavaz, haver, ő az itten a 4% a biológiai test, akkor az a 96% vajon nem volna fontos az életünkbe? Mi lenne, ha átadnánk neki az irányítást? Hát akkor ő így, ahogy ilyen szépen ül itt a táskán, nyugodtan megvan, van levegője, kapott enni, inni, és hagy engem dolgozni. Nem egyszerűbb lenne így élni az életünket, mint hogy küzdeni a túlélésért és a faj fenntartásért? Döntse el mindenki, hogy mikor vált, mikor fogja azt mondani, ahelyett, hogy jobb félni, mint megijedni, vagy jobb bízni, mint félni. Nem kell elhinni, de érdemes kipróbálni. Egy héten keresztül, ha a fene-fenét teszik, én akkor is mindenkiben, meg mindenben megbízom, kikapcsolom a tévét, nem követem a híreket, csak az időjárás jelentést maximum, ha messzire akarok menni.
Ha nem megyek messzire, csak 20 kilométerre, kinézek az ablakon és látom. Szóval mi lenne, ha ezt letesztelné mindenki? Hogy tényleg nem jobban élnénk bizalomban? Az élet energiánkat, amit 120 évre kaptunk, pontosan a félelemmel és a félelemből adódó harcokkal pazaroljuk el feleslegesen. És amikor végre megértjük a germán gyógytudomány lényegét, és elkezdünk gyógyulni, akkor csodálkozom, hogy már nincs életenergiám, hogy meggyógyuljak. Hány programot futtatunk egyszerre? Volt, aki 30-nál többet futtatott, és még élt. Igaz, mind még konfliktus aktív fázisban volt, és kérdés, hogy amikor átrakja a megoldásba, akkor azt hogy fogja kibírni. Én segítségül ismét ajánlani tudnám a My Studenten Mégyen hallgatását, a weblapnak az aranybányájából, a tudástárból letölthető. Ott van direkt alatta az előadás róla, a leírt szöveg, a magyar szöveg. Nem tudok többet mit tenni. Én ezért kemény pénzt fizettem, de mindenkinek ott van ingyen. Aztán, akinek ez nem tetszik, én azzal nem fogok vitatkozni. Ott van, és ha legalább éjszaka halkan szólna, mivel az agyam nem tesz különbséget a valóság álom illúzió közt, álmomban is képes vagyok magamat megbetegíteni, vagy álmomban is képes vagyok lezárni a konfliktust. De csak akkor tudom ezt megtenni, mármint a másodikat, a szól nagyon halkan, Hammer doktor, My Studenten Mégyen, archaikus varázsdallama, mégpedig az eredeti. Mert amit a YouTube-on találunk, és ki van írva eredetinek, az felejtős, az megbetegedésre jó. Szóval, mik az akadályok a gyógyulásunkban? Az önsorsrontó gondolatok. Mert ugye, ha van egy negatív gondolatom, már elmondtam, ugye, hogy ahhoz mindig egy negatív érzés fog hozzá kötődni. És az érzés lesz az, ami megbetegít, nyilván, de ha megváltoztatom a gondolkodásomat, akkor az érzéseim is meg fognak változni. Ha én nem akarok változni, hát akkor ilyen emberrel nem tudunk mit csinálni. Nem fog a viselkedése sem megváltozni. Na most a konfliktusokat kellene feltárni és megoldani. És ez elvezetne a viselkedés változáshoz is. De hát van jobb ötlet, elmegyünk családi történeteket boncolgatni. Ráadásul azt írja a beteg nekem, hogy ezeket ő újra átélte, mondom, gratulálok. Hát újra átéli a régi történetét, mit csinálhat? Újra indítja a programjait. Ahelyett, hogy egyszer és mindenkorra lezárná békével a múltját is, megyünk a konfliktusokat boncolgatni, családállítás és egyebek, és akkor csodálkozunk rajta, hogy nem gyógyulunk meg, sőt, idegösszeroppanást kap a beteg a családállításon. Volt ilyen történet, na most az idegösszeroppanást azt nevezhetem pszichotikus állapotnak, nevezhetem úgy, hogy bekattant, teljesen mindegy. Egyszerre két konfliktusra került sínre, és ettől változott meg minden. Jó, spirituális magyarázatok, hát ezek annyira megnyugtatók. És legalább nem kell csinálni semmit. Mert hát a csillagok éppen úgy álltak akkor, amikor én, mit tudom, én hazamentem, és valamit láttam, ami gyanús volt. És akkor jönnek az álterápiák, azért tettem idézőjelbe, mert ezeknek semmi közük nincs a konfliktus feloldásához, tehát vagy a viselkedési minták által begyakorolt dolgoknak a megvilágításában. Tehát amikor nem vagyok hajlandó azzal foglalkozni, hogy igenis a betegségemet én indítottam el, nem Isten verése, nem küldték ablakon keresztül, hanem én indítottam el, és én is fogom tudni leállítani, de csak akkor, ha hajlandó vagyok változni, illetve változtatni valamit azon, amit eddig csináltam.
Mi lenne a megoldás? Nyilván ott a konfliktus vagy konfliktusok tisztázása, de a nagy akadály itt van, ha az ember nem őszinte önmagához, akkor legyen szíves, kerüljön engem, ne töltse az időmet feleslegesen. Konfliktus érzelmi feloldása, ugye, az megbocsátás nélkül nincs gyógyulás, ezt tessenek megérteni, és nem csak a másik félnek, hanem önmagamnak is meg kell tudni bocsátani. Ha ez nem történik meg, nincs gyógyulás. És hogyha már megtanulnánk folyamatosan figyelni, ugye? Tudjuk ez mit jelent. Figyelni. Jelen lenni a pillanatban. És nem ítélkezni, csak létezni és élvezni a létezést. Na akkor tudnám, akkor látnám a valóságot, akkor látnám, hogy mi lesz körül, és akkor a tisztánlátás, vagy ha úgy tetszik, a harmadik szemes látás, csak úgy magától megszületne, és tudnánk mindig, hogy merre van az arra. Na most a germán gyógytudomány mit ad nekünk? Biológiai tudatosságot, erről is van webkonferencia, de senki helyett nem fogja feloldani a féltékenységet. Senki helyett. Megmagyarázzuk, hogy mitől van, ezt ki lehet boncolni, na de megoldás nélkül mit ér az analízis? Tudományosan szenvedek tovább. A megértéshez, egyszerű dolgok megértéséhez, hogyan segít a germán gyógytudomány egészségesnek lenni és maradni című könyv, egy nagyon jó bevezető mindenki számára, hogy lássa 26 esettörténeten keresztül, hogy a rendszer működik. Tehát nem foglalkozzunk azokkal a dolgokkal, amivel az akadémikus orvoslás, nem az iskolázottság, nem a nemtől függ, a kortól, az etikai hovatartozástól, hogy dohányzik vagy nem dohányzik, ezek tiszta felesleges adatok. Semmi közük nincs a megbetegedésünkhöz, mert a megbetegedésünk a fel nem oldott érzelmi megrázkódtatások számától, a szakaszától, hogy éppen hol tart, a sinektől függ, meg az is kérdés, hogy mennyire halmozom a konfliktusokat, mert akkor ugye jönnek a pszichés elváltozások. Akit tehát érdekel részletesebben, hogy mi az, hogy konstelláció, és a megértés ez, hogy megértsem az anyósomat. Nekem ez a germán gyógytudomány adta meg a megértést, és innentől már jött a megoldás, a megbocsátás, az elengedés, a hála, minden. De amíg az ember nem érti meg, hogy miért úgy viselkedik, ahogy, addig hát nem fog menni a megbocsátás sem. Szóval a fel nem oldott konfliktusokat segít feltárni a viselkedés. És egy nagyon lényeges dolog a viselkedés, ha már itt tartunk. Hogy a konstellációkban Ámer doktor leírja, hogy a szervi válaszok azok nem olyan intenzívek, mintha csak külön az egyik, vagy külön csak a másik reléből induló szervi válasz lenne. Amikor mind a kettő két oldalt, jobb és bal oldalt érintett, akkor megváltozik a viselkedés, és a szervi válasz gyakorlatilag minimálisra csökken. Például most mondjak egy egyszerű dolgot, legyen egy mitomán konstelláció, ahol van egy identitás konfliktus és egy birtokféltés. A birtokféltés az a hörgőket érinti, az identitás konfliktus aranyeret okoz. Külön-külön ezek. Amikor a kettő együtt van, akkor jön a bőbeszédűség, ha éppen mániás az illető, vagy magában beszél, ha depresszív. De se az aranyere, se a hörgője nem lesz súlyosan érintve. Vajon miért? A válasz megvan. Aki eljön tanfolyamra, elmondom neki. Szóval, mi lenne, ha mindez nem így lenne, ahogy beszélek róla? Hát akkor nyilván Hammer doktor nevét mostan nem bemocskolnák még mindig, hanem
hanem az volna az egyik órán a téma, hogy na, Hammer doktor mit feltételezett a betegségekről. Tanítanák, mint az 5001. hipotézist, feltételezést. Kérem, egy nagyon lényeges dolog, a germán gyógytudományban nincs feltételes mód. Itt konkrét dolgokat írunk le, mondunk ki. Az lehetséges, hogy egy konfliktusra, vagy háromféle konfliktus okozza ugyanazt a szervi választ, ilyen van. És akkor el kell dönteni, hogy melyik az, de hát könyörökkel valaki csak meg tudja mondani, hogy az a problémája, hogy állandóan veszekszik, vagy az, hogy ilyére aggódta magát, már bocsánat, szóval. Na, tehát a germán gyógytudomány az a tudomány, ami végre meghozta a fényt. Ez itten a fényt jelképezi, kérem szépen, ez a csík. A hátulsó oldalról jön. És a prizma alá teszem a germán gyógytudomány fényét, akkor a három csíra lemeznek megfelelően, itt vannak a színei, eljutok a megértéshez, a megoldáshoz és a megelőzéshez. A valódi prevenció az a germán gyógytudomány ismerete. Ezért lett a címe az, hogy útmutató az egészséghez. Ha ez nem lenne így, ahogy ez itt le van írva, akkor még mindig ülnék a rendelőbe, és a receptírás művészetét gyakorolnám. De ahhoz, hogy ezen túl tudjunk lépni, azért illik megkérdőjelezni néhány dolgot, hogy az valóban úgy van. És amikor rájövünk, hogy ez a világ hogyan működik, és mekkora átveréseknek vagyunk a túlélői, hát akkor döbbenetes változásokat leszünk képesek eszközölni. Megköszönöm mindenkinek a figyelmet.